Sziasztok srácok, lányok! Én Laki Mester vagyok, és ebbe a videóba bemutatom nektek az új fülesemet, fejhallgatómat. Váltottam fejhallgatót, ez egy kis használatról adódó teszt, illetve ugye használom már 2 hete. Az említett fejhallgató az a Logitech-nek a G Pro-ja, tehát maga csak, ugye a dobozon látjátok, csak úgy szerepel, mint Pro Wireless, tehát ez egy vezeték nélküli fejhallgató. És ugye miről váltottam? Ugye, ahogy látjátok, az Asus-nak a ROG Strix Fusion 500-asáról váltottam erre a fejhallgatóra. Mit tartalmaz a doboz ennek a fejhallgatónak? Vagy először beszéljünk a dizájnról. Letisztult ugye a doboznak a dizájnja, teljesen jó, nekem ez pont bejövős. Talán ez a dizájn, ugye, ami az Asus-é, ez szerintem egy kicsit már túl van tolva. Nekem ez a sima egyszerű fekete dizájn a dobozzal, az szerintem teljesen oké. Ugye, ami nekem furcsa tulajdonképpen, hogy sokkal kisebb dobozba elfér, ugye, ha összehasonlítom a 2 dobozt. Tulajdonképpen itt van előttem, ahogy látjátok, eléggé jó minőségű ez a fejhallgató. Szintiszta alumíniumból készültek ugye a villarész, illetve a fejrész. Nekem ugye ezek a hullámos kábelek ugye az igazi Pro Studio fejhallgatókra hajaz, és megmondom nektek őszintén, srácok, tehát az ok, amiért váltottam erről, és ugye ez eladásra kerül, ezzel egyetlen egy problémám volt a kábel. Srácok, egy éve használom ezt a fejhallgatót, vagy használtam ezt a fejhallgatót. Szerintem hazudni nem akarok, de 3-4, szerintem inkább 4 USB kábelt megettem. Tehát az új gazdája ugye új USB kábelt kap hozzá, egy jó minőségűt. Mert a jó fogásom meg van hirdetve, majd ha esetleg valakit érdekel, leteszem a leírásba a linket. Úgyhogy ezt így le is tudtam, tehát erről nem nagyon szeretnék beszélni, erről az 500-asról. Esetleg, ha valakinek van kérdése ezzel kapcsolatban, lehet készítek majd egy videót. Tehát, ugye a G Pro X-ről beszéljünk. Nekem nagy vágyam volt, hogy vezeték nélküli legyen az új fülesem. Ugye felrakom a fülemre, a másikhoz képest mégiscsak elő kell vennem a másikat, mert valamihez hasonlítanom kell. Talán szerintem jobban szigetel ez a fejhallgató, mint a másik. Ebbe a fejhallgatóba a Logitechnek a saját gyártású 50 mm-es ugye a hangszórója van benne. Szerintem nem nehéz, most így súlyadatot nem tudok nektek mondani, talán annyian megnézem nektek. 370 g. 370 g ez a fejhallgató, nem sokkal, ahhoz képest nem sokkal több, mint a ROG, mivel azt hiszem 200 valamennyi, igen, 235, tehát ilyen 100 akárhány grammal több, de ebben ugye benne vannak az akkumulátorok. A 2 hét alatt, amit tapasztaltam, üzemidő ügyileg, hogyha nem maximum használjátok a fejhallgatót, akkor szerintem az a 20 órás üzemidő, ami rá van írva a dobozra, az én nálam legalábbis kijött, ilyen 18, meg ugye nem szoktam teljesen lemeríteni, 10%-nál már rádobtam, de ilyen 18 órát simán ki tudtam belőle hozni. A hatótávolsága, ugye én nekem ugye a setupom az ugye a nappaliban van, és hogyha el akarok menni a konyhába, vagy a WC-re, vagy bárhova, akkor ugye könnyebbség nem kell levenni a fejemről. Szerintem ez a 15 méteres hatótávolság, ez bőven megvan. Kimentem a teraszra, az kb. 20 méterre van. Ott kezdett el nekem jelezni, és hát pittyeg a fületbe, hogyha ugye már kezd
hatótávolságon kívül lenni. Úgyhogy ez a 15-20 méter, ez teljesen oké. Na az most, hogy átmész ajtót bezárs, stb., hogy úgy milyen a hatótávolság, úgy megmondom őszintén nem próbáltam. USB-C ugye az ajzata, illetve jelzi villogással, hogyha merülőfélben van, illetve a fületbe is pittyog, ilyen furcsa pittyogó hangot ad, hogyha merülőfélben van a fejhallgató. És ugye mindenki, ugye amikor én ezt kinéztem magamnak ezt a fejhallgatót, nagyon sokan leírták az árukeresőn, hogy nagyobb fejű embereknek nem ajánlott, mert nagyon szorít. Én nem vettem semmi, tehát nekem nem szorít. Van rajta elég jó hangerőszabályzó, tehát körbefordul, van mikrofon mutoló, tehát mutatom is nektek. Tehát, hogy teljesen okés. A mikrofonja ugye külön csatlakoztatható, kipróbáltam, probléma nem volt vele. A zajszűrése nem olyan, mint amit használok a stúdió mikrofonnak, meg ugye ami beállításokat használok, az nem olyan jó. Fogok nektek felvételt készíteni ugye az applikáció, tehát az apjáról. Eléggé jó az apja, nagyon sok mindent be lehet benne állítani, de majd ezt ugye meg fogom nektek mutatni. Ami nekem szembe tűnt, és talán negatívumként fel lehet róni a fejhallgatónak, az az, hogy nálam nagyon sokszor ugye az applikációban, az akkumulátor indikátornál sokszor hülyeséget írt százalékügyileg. Sokszor volt úgy, hogy az applikáció már 8%-ot írt a gépen, és még nem villogott a kis indikátorja, és akkor olyankor kikapcsolod, bekapcsolod, akkor felment 20-ra, tehát sokszor szerintem én legalábbis ezt tapasztaltam, hogy butaságokat ír, de ezen kívül a hangzásvilág, ami nekem feltűnik, ugye ez a fejhallgató nem inkább, tehát nem nagyon hallja az a gamer világra. Szerintem a basszusa nincs olyan, mint a Rockstix-nek, mondjuk nekem ez jobban be is jön. Amúgy a játékoknál nagyon jó, a zenét is nagyon jó, tehát hogy teljesen meg vagyok elégedve. A mikrofon barátaim nem mondták, mikor próbatesztem volt a mikrofon, igaz, nem sokat használtam egy ilyen 1-2-3 meccsen keresztül, lolba. Nem mondták, kérdeztem többször is, hogy jó hallottok, azt mondták, hogy teljesen oké. Teljesen meg vagyok elégedve ezzel a fejhallgatóval, nekem bevált. Úgyhogy srácok, lányok, akkor még fog jönni egy kis szösszenet a gépen, a beállításokról. Srácok, ahogy ígértem, itt lennénk ugye a Pro X Wireless-nek a programjában. Ugye úgy találjátok meg az interneten, hogy ugye G-Hub, tehát így kell leírni, ilyen szép Logitech G-Hub. Ugye láthatjátok, ugye itt van a kamerám, és itt van a fejhallgató. Rákattintunk. Itt látjátok a beállításokat. Meg fogom mutatni, hogy szól majd tehát ugye a mikrofonja. Ahogy láthatjátok, itt az akusztikán belül hangerőt tudtok állítani, mikrofont, beszédhang, visszajelzést, tehát hogy a fületekben hogy szóljon a beszédhang. Alapértelmezett beállításokon belül vannak ilyen akusztikás dolgok. Én a basszus erősítőt használom, próbálgattam, kommunikáció, film, vannak többféle ilyen equalizeres beállítások, vannak kész, most egyenlőre lehet nem fog behozni, de múltkorában, lehet, hogy most betört, igen. Azt mondja, hogy gaming headset. És egy nagyon sok beállítási lehetőség van, le lehet tölteni, és rögtön beállítja a fejhallgató azt az equalizeren. Megmondom őszintén, nem próbálgattam őket, úgyhogy aki esetleg erre vágyik, az ki tudja ezeket is próbálni. Nekem bőven elég volt a basszus erősítés, és így nagyjából az akusztika része talán az Asushoz mérten talán egy kicsit szegényesebb talán, de be lehet állítani, hogy látjátok mindent. Térhangzás,
ugye 7.1-es térhangzást tud ez a fejhallgató. Ezeken is lehet állítgatni. This is the left channel. Hallgassatok végig. Next, we have the center channel. Over here is the right channel. This is the right surround channel. Now, the right rear surround channel. Next, the left rear surround channel. This is the left surround channel. The next sound you'll hear is the LFE channel. Úgyhogy srácok, lányok, láthattátok, tehát teljesen, tehát tényleg ott hallom, ahol lennie kell, ugye, elmondta ugye a tesztbe az úriember, hogy melyik, merről kellene neki szólni, tehát teljesen ott hallom. Lehet, hogy nektek ez videóban nem fog átjönni, illetve olyannak, akik nem ilyen fejhallgatót használ, de teljesen azon a részen hallod a hangzást. Térjünk át a mikrofonjára, és most akkor csatlakoztatom a mikrofont, és átkapcsolok a másikra. Tehát, most halljátok a Logitech Wireless Pro X-nek a mikrofonját. Be van állítva a zajszűrés, ugyanúgy a programon belül, tehát az OBS-en belül. Szerintem túlvezérelt egy kicsit. Megpróbálok visszavenni egy pillanat. Na most talán, ne menjünk a pirosba. Tehát ez a hangja a Logitech Pro X-nek. Szerintem eléggé jó lehet hallani, úgyhogy ennyi. És akkor ez a videó ennyi lett volna. Üdvözöllek titeket! Én Lakimester voltam, ez volt a Logitech G Pro X Wireless. Mutatom még egyszer a dobozát. Sziasztok!